Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma hírmagazint látják. Következenek kiemelt híreink röviden. Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Intézmény több nyári tábort is szerveztek az idén. MÁFHÉV ZRT. A békásmegyeri augusztusi deponálási munkálatokat a Kalászi Hév megállóban készítik elő. Kós Károly Művelődési Ház. Véget ért a LEGO tábor. Budakalász város weboldala tette közzé, hogy a budakalászi polgármesteri hivatal pályázatot hirdet szociális és hagyatéki ügyintéző munkakör betöltésére. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök, szociális feladatok ellátása, önkormányzathoz tartozó egészségüggyel kapcsolatos feladatok koordinálása, illetve hagyatéki eljárások lefolytatása. A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A benyújtás határideje 2022. augusztus 31-e. Elektronikus úton dr. Deák Ferenc jegyző részére a humanpolitika@budakalász.hu e-mail címen keresztül lehetséges. Kiemelt figyelmet kapnak az idősek a melegben. A tartósan forró hőmérsékletben plusz feladatokat is el kell látniuk a Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Intézmény munkatársainak Budakalászon is. A szolgálat a nehéz helyzetben nagy családban élő fiatalokat is kiemelten kezeli. Több alkalommal is szervezett, és még szervez nyári tábort idén is a gyerekeknek. Az egész térségben végez szolgálatot a Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Központ, ahol a tartósan meleg időszakban az idősekre kiemelten figyelnek. Fontos az állandó folyadékpótlás, mert az idősek kevesebbet izzadnak, nem érzékelik olyan pontosan a környezeti hőmérsékletet, mint fiatalabb korban. A szomjúságot is kevésbé érzik, sokszor nem isznak elég folyadékot, testük könnyebben túlmelegedhet, ami hamarabb vezethet kiszáradáshoz. A Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Központ a megelőzést tartja fontosnak minden településen, így Budakalászon is. Az általános feladat ellátásaik mellett a családsegítők ilyenkor egy kicsit nagyobb figyelmet fordítanak az idős egyedülálló, krónikus betegséggel küzdő ügyfeleinknek, illetve akik, ha nem is ügyfeleink, de már korábban a látókörünkben került. Másrészt pedig a családsegítők a rendészet segítségével a nehezen megközelíthető helyekre élelmiszeradományokat visznek ki. A szervezetnél több fiatal tölti a kötelező közösségi szolgálatát, elsősorban a nyári táborok lebonyolításában vesznek részt a középiskolások. Alapvetően három nagyobb tábort szervezünk, ebből már kettő meg is valósult, és a több ilyen kisebb, egynapos, nem is igazából tábor, hanem ilyen kézműves foglalkozásokra irányuló napokat tartanak a családsegítő kollégák. Az egyik nagyobb táborunk az a Szentendre város szervezésében a mi közreműködésünkkel valósult meg. Itt általában szentendrei iskolákba járó tanulók vettek részt, körülbelül 86-an, 20 fős csoportokban. Mindegyikben két-két közösségi szolgálatos tanuló csatlakozott. Ők délelőtti-délutáni megoszlásban segítették a kollégáink munkáját, mind a szervezésben, mind pedig a napközbeni feladatoknak a ellátásában. A tapasztalat az, hogy nagyon jó kis frissítést hoznak a táborok életébe a közösségi szolgálatosok. Mivel még ők maguk is fiatalok, ezért egy kicsit olyan rugalmasabban és könnyebben nyílnak meg számukra a táborban résztvevő gyerekek. A második nagyobb táborunk az Pócsmegyeren valósult meg, erre az Erzsébet program keretein belül pályáztunk. Ennek is nagyon nagy sikere volt. Városlátogatásoktól, különböző szabadidős tevékenységekben való részvételtől kezdve rengeteg program volt lehetőségük az itt résztvevőknek. Nem csak Szentendréről és Budakalászról, de a környező településekről is jelentkeztek gyerekek a Család és Gyermekjóléti Központ augusztusi táborába. Augusztusban a mi szervezésünkkel és az intézményünk finanszírozásával a Vadon, a Szentendrei Vadonnal közösen lesz egy táborunk. A résztvevők már megvannak. Ebben a táborban szentendrei, budakalászi és pomázi gyermekek fognak majd részt venni. Ennek a tábornak egyébként a célja, hogy egyfajta ilyen beilleszkedés segítő programok lesznek majd a számukra megszervezve.
A Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Szolgálat célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, veszélyeztetettség, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló gyermekek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A szervezetnek már most az őszre, a téli időszakra kell készülnie, hogy időben tudjanak segíteni a krízis helyzetben lévőknek az egész térségben. A MÁFÉV ZRT augusztus 16-ától karbantartási munkákat végez Békásmegyer hívállomáson, melynek előkészítési munkálataihoz szükséges anyagdeponálásra, anyagok tárolására a Budakalász hívállomás keleti oldalán található területet vesz igénybe. Tehát a vasútsoron, a Sportutcától délre, a sínek melletti parkoló terület lezárásra kerül. A másik oldali parkolót a MÁFÉV ZRT tájékoztatása szerint a deponálás nem érinti, amennyiben azon az oldalon is elhelyeznek anyagokat, úgy a rámpa területét veszik csak igénybe, és a parkolást nem zavarják majd. A deponálási munkálatokat várhatóan július 31-én megkezdik, a területet terveik szerint augusztus 31-ig fogják igénybe venni, így az iskola kezdésre újra parkolási célra használhatják a budakalászi lakosok. Idén is megrendezték a Kocka Barátok nyári LEGO táborát a Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtárban. A gyerekek 5 napon keresztül építhettek a kis műanyag építőelemekkel, irányítható járműveket próbálhattak ki, és a rengeteg érdekes és kihívást jelentő feladatot kaptak. A Kóskároly Művelődési Házban már hagyománynak számít a Kocka Barátok nyári LEGO tábora. A szervezet több éve rendezi meg itt az 5 napos rendezvényt, általában minden évben 2-szer is. Idén az első turnust június 20-ától 24-ig, a másodikat július 25-től 29-ig tartották. Mi egy legós kiállítói közösség vagyunk, alapvetően kiállításokat, aktivitásokat szervezünk, és nyaranta vannak LEGO táboraink is 4 különböző helyszínen. Évek óta gyakorlatilag, ha bármilyen LEGO-val kapcsolatos dolog van a művelődési házban, az általában hozzánk kapcsolódik, tehát a városnapon, gyereknapon, illetve egyéb rendezvényeken, amikor nagyobb létszámban építenek a családokra, akkor mi szoktunk játszóházat, aktivitásokat biztosítani, akár a nagyteremben, akár kinn a sátras részeken. A Kocka Barátoknak a LEGO egyszerre jelent hobbit, eszközt az önkifejezéshez, valamint hivatást. Különböző rendezvényeket szerveznek, kiállításokat, táborokat és egyéb programokat valósítanak meg. Céljuk, hogy minél több felnőtthöz és gyerekhez jutassák el a közös építés örömét. Ez az első LEGO-s táborod? Nem. Tavaly előtt is voltam, de csak egy napot. Mi tetszett akkor benne? Akkor is minden. Csak hogy újra eljöttél. Más most egy picit a tavalyihoz képest, vagy ugyanolyan? Ugyanolyan. Miket építettél ma itt? Hát mindent. Mi tetszik leginkább a táborban? Nekem a dzsungel. Otthon is van hasonló szetted azért, vagy azért, mert újszerű? Hát nekem is van otthon. Tegnap csináltam egy focipályát LEGO-ból, és megcsináltunk teniszpályát, meg kosárpályát is. Akkor ezek szerint a sportok iránt érdeklődsz jobban? Igen. Szeretek például kosarazni is, meg pingpongozni, meg tengózni. A tábor kiváló nyári program a fiúknak és a lányoknak is, akik így a szünidő napjait nem csak a képernyő előtt, hanem jó társaságban, játékos és fejlesztő elfoglaltsággal tölthetik. Alapvetően én vagyok az áldozat, aki elpakol vagy nap végén, vagy inkább másnap. Egy-egy napközbeni aktivitásnál van úgy, hogy épp a gyerekek ilyen játék jelleggel megkapják a feladatot, hogy valamit szétbontani, de főként én rakok rendet utánuk. Tehát ez ilyen megosztott, hogy ők borítják szét, én megszedem össze. Általában azért egy 15-30% lány szokott lenni a különböző táborainkban, mondjuk ez ilyen helyszínfüggés, vagy hogy mekkora létszámot tudjuk meghirdetni az adott tábort, ez egy kisebb létszám, ilyen 12 fővel vagyunk. Úgyhogy általában azért szoktak lenni lányok, ez most egy rendhagyó, hogy 12 fiúval megy ez a tábor.
Úgy néz ki a napunk, hogy 7:30 körül hozzák a szülők őket, és ilyen 4:30 körül viszik el. És háromszor étkezést biztosítunk nekik, kétszer vagyunk kint, hogyha az időjárás is engedi valamilyen mozgással, és közte vannak legós építéseink, aktivitásaink, valamilyen általában tematikához kapcsolódóan, tehát egy olyan jellegű legócsomag kerül képen aktuálisan, amiben olyan jellegű elemek vannak, amit az adott témához leginkább fel tudnak használni, tehát éppen egy járműépítős, növényes állatos, egységkockás, régi időknek a non-figuratív legói, vagy valamely épület építéses legóképpen. Iber Pakker Péter, a Kocka Barátok alapítója és kiállítója. Számára a legózás hobbi és hivatás, amellyel örömet okozhat másoknak. 25 felépített témát és 50 kiállítást tudhat maga mögött. Gyűjtőként rengeteg legója van, melyeket nagy gonddal őriz. Én gyerekkoromban legóztam, egy később azon szetteknek a kiegészítése, rendbetétele kezdődött el már felnőtt korban, és ez nőtte egy kicsit ki magát a gyűjtőszenvedély vonalán is, illetve a rendezvények irányában is, és igazából ez fokozatosan mindig gyűlt az a mennyiség, vagy azok a témák, amik bekapcsolódtak a gyűjteménybe, vagy a rendezvényes anyagba. Én elég sokfajta témát gyűjtök, úgyhogy ez nálam változott, tehát nincs igazi nagy kedvenc, aktuális építmények vagy darabok tudnak megfogni, de ez témától függetlenül, hogyha ha éppen akár kiadott szedbe, akár saját magam által kitalált, megépített terepasztalról van szó, tehát eléggé vegyes a repertoár. Az összeállítottaknál a legegyszerűbb megfelelő időközönként, amikor még nem tapad rá a por, ilyen légsprével letakarítani. Ha már ez nem lehetséges, és olyan elemekből áll, amivel nincsen fémes rész, elektronika, vagy olyan ragasztott elemek, aminek árthat a víz, akkor igazából egy egyszerű lezuhanyzás is sokat tud segíteni, de hát a legegyszerűbb megelőzni ezt, és olyan körülmények között tartani, hogy lehetőség szerint ne nagyon porosodjon. Vitrínben zárt helyen. Hát, ha megoldható, de hát mindenkinél a hely a legkevesebb, úgyhogy nekünk is egy csomó mindenünk inkább dobozokban van összepakolva, és mondjuk egy nagy rendezvényen látjuk egyben a megfelelő területet. Milyen a tábor? Hogy érzitek itt magatokat? Hát nekem jó. Hát a testvérem már többször mondtam, hogy haza szeretne menni, de mégis maradt. Hát úgy látom, hogy azért ő is szeret építeni. Otthon is együtt szoktatok legózni, vagy inkább külön? Együtt. Építettem már legóboltot, szállodát. Azt hiszem, hogy legóéttermet, de az nem biztos. A táborban minden nap más tematikájú legószettel játszottak a gyerekek. Az építés mellett versenyek, legos társas játékok, rajzolás és egyéb ügyességi feladatok vártak a legkisebbekre. A résztvevő gyerekek legos ajándékokat is kaptak. Mind az 5 napra lehet jelentkezni, de volt már arra példa, hogy csak egy-egy napra érkezett valaki, vagy ilyen beszoktató napot tartottunk, ez általában a kisebbeknél jellemző, amikor még nem voltak táborban, és nem biztos, hogy 5 napot egyben így mély vízszerűen végig tud csinálni, és akkor az alapján, a próbanap alapján én is el tudom dönteni, hogy az 5 nap az sok vagy kevés lenne, éppen az adott gyermeknek, meg akkor ő is otthon meg tudja beszélni a szülőkkel, hogy akkor szeretne végig maradni, vagy esetleg vár egy évet, és akkor jövőre már nagyobb, többet szocializálódott, többet volt ilyen környezetben, és akkor már jobban tud egy ilyen 5 napos táborban úgy részt venni, hogy a táborra tud koncentrálni, és nem a szülők hiányoznak, meg az otthoni környezet. Általában júniusban egy és júliusban egy táborunk van, ugye augusztus nagyobbik részében zárva van a faluház, ugye náluk akkor van az éves szünet, tehát ez úgy meghatározza a dolgokat. Jövőre 2 tábor biztos, hogy tartunk, lehetséges, hogy jövőre 3-at is, ugye nekünk még van másik 3 helyszín, tehát ezeket is össze kell egyeztetni egymással, hogy mindenki beférjen a naptárban. Látom, hogy a pólód is legós. Te szoktad kiválasztani, hogy mit veszel fel, vagy anyukád segít benne? Hát én szoktam kiválasztani, de úgy, amikor iskolában vagyok, akkor többször az anyukám, amikor én alszok.
Itt mi a kedvenced? Mit építettél most legutóbb, mielőtt elkezdtünk beszélgetni? Hát legutóbb ezt a dzsungelt építettem, és ugye kettő csapat volt, csak aztán együtt összejöttünk, és most úgy kettő csapatból egy lett, és akkor most ez így a legnagyobb. Tegnap megépítettem a Ninjago-ból a kolostort. Mennyi időt vesz igénybe egy ilyen kolostor megépítése neked? Elég sok, ilyen egy-két óra talán. És rajzolni szeretsz? Leszoktad-e rajzolni őket, amiket építesz? Nem nagyon szoktam. Annyira. Akkor inkább az építés. Van-e valami, amire nagyon büszke vagy, egy nagyon nagy, vagy nagyon különleges épület, építmény, amit eddig építettél életedben? Hát itt a kolostor volt, meg ez a dzsungel itt nagyon jó. A nyári LEGO tábornak ma volt az utolsó napja a faluházban. Jövőre azonban újra megrendezik a tábort, legalább két alkalommal. A kockabarátok 2023-ban is várják a legozni vágyó fiúkat és lányokat. Végül a várható időjárásról. Szombatra egy hideg front hoz sokfelé záporokat, zivatarokat, amelyeket felhőszakadás, jégeső, valamint viharos széllökések kísérhetnek. Feltámad az északnyugatira forduló szél, élénk helyenként erős zivatarok környezetében viharos lehet. Többfelé mérséklődik a hőség, a csúcsértékek 22 és 35 fok között alakulnak, a nagy meleg még keleten tart ki. Vasárnap több órás napsütésre mindenhol számíthatunk, ugyanakkor még főként a keleti észak-keleti tájakon elszórtan kialakulnak záporok, egy-egy zivatar. Az északnyugati szél sokfelé erős, néhol viharos lehet. A hőség országszerte megszűnik. 22-29 fok között alakulnak a maximumok. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer, röviden. Több nyári tábort is szervezett az idén a Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Intézmény. A MÁFHÉV ZRT augusztus 16-ától karbantartási munkákat végez Békásmegyer HÉV állomáson, melynek előkészítési munkálataihoz szükséges anyagdeponálásra, anyagok tárolására a Budakalász HÉV állomás keleti oldalán található területet vesz igénybe. Idén is megrendezték a Kockabarátok nyári LEGO táborát a Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtárban. Ez volt mai hírmagazinunk a Budakalász ma. Híradóval legközelebb hétfő este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Budakalászt, mert hamarosan kezdődik Kultúrcseppek című magazinműsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tvbudakalászon. A közösségi oldalakon is elérhetőek vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép hétvégét, viszontlátásra!